Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszeret című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Szabó Tünde elégedett a magyar sportolók elmúlt évi teljesítményével. Kiesést jelentő helyen töltik a szünetet a nyíregyházi férfi kézilabdázók. 45 érmet szereztek a megyei diás sportolók tavaly az országos döntőkben. Az 5. helyen zárta a bajnokság első szakaszát az Ibrányi futballcsapat. Sikeres 2019-es éve zárt a magyar sport. A tokiói olimpia előtti esztendő Szabó Tünde sport és felelős államtitkár értékelte. A 2019-es év azért nagyon fontos, mert az olimpiát megelőző év mindig a legfontosabb az élsport szempontjából. Természetesen ezen belül az utánpótlás nevelési programok mennek, és az eredmények pedig magukért beszélnek, hiszen nagyon sok fantasztikus eredményt hoztak a sportolóink különböző sportágakban. Pont összeszámoltam, hogyha a sportágakat nézzük, és hogyha csak az olimpiai sportágakat, akkor 26 sportágból hoztak a sportolóink érmeket, és ezek a világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, korosztályos és élsport szempontjából nagyon-nagyon fontos. A számok is magukért beszélnek, hiszen ténylegesen az, hogy nem egy-kettő-három sportágban, amik tradicionálisan mindig sikeresek voltak, születtek nagy eredmények, az pedig azt mutatja, hogy elindultak azok a programok és támogatások, amelyekre már nagyon nagy szükség volt a sportolóinknak, és a szakemberek pedig hosszú távon tudnak tervezni. Ehhez persze kellenek sportlétesítmények, szolgáltatások, eszközök, amelyek fejlesztéseivel el tudtak indulni az elmúlt időszakban. Úgyhogy ha megnézzük a 19-es esztendőt, akkor mutatja, hogy nagyon jó úton járunk, hogyha az utánpótlás nevelést nézzük, hogyha az élsportot, akkor pedig jó ütemben zajlik az a periódus, ami azt fogja eredményezni, hogy sikeresek legyünk 2020-ban is. 2019-ben 4 olimpiai sportágban is rendezett világbajnokságot Magyarország, emellett is számos világversenyt. Folytatódik ez a tendencia a jövőben is? Igen, nagyon fontos az is, hogy a sportdiplomáciánkat így tudjuk erősíteni. Sportolóinknak az a helyzete, amivel meg tudják mutatni magukat egy nemzetközi eseményen, az is nagyon fontos, hogy hazai közönség előtt versenyezhessenek. Ugye volt asztali tenisz világbajnokság, ami csak az olimpiai kvalifikációsakra gondolva, 5 tussal vívó és kajakkenu világbajnokság, amelyeken tényleg, hogyha megnézzük, fantasztikusan szerepeltek a mieink, a vívók és a kajakkenu sportágban különösen. Nagyon változó világban élünk, ami egy nagyon modern, nagyon gyors fejlődést hozott a sportban is. Talán az egyik leggyorsabban fejlődő ágazatunk a sport, és amely rendkívül pozitív hatást generál szinte valamennyi területre. És hogyha ezzel mi tudunk élni, és tényleg felismerjük ezekben lévő lehetőségeket, akkor mindenhol tudunk segíteni. Úgyhogy ezért hozunk nemzetközi eseményeket hazánkba. Több mint 140 nagy nemzetközi világeseményt tudtunk támogatni ebben az esztendőben, és már a következőben is nagyon sokat fogunk. Ez is azt jelenti, hogy hozzák a hazai sportági szakszövetségek az eseményeket, és a nemzetközi sportági szakszövetségek pedig bizalommal adják nekünk, hiszen tudják, hogy nagyon jó rendezők vagyunk. Nagyon fontos, hogy nagyon biztonságos ország vagyunk, és ez az elsődleges szempontok között van, amikor döntést hoz egy nemzetközi szervezet. És az is nagyon fontos, hogy ide nagyon szeretnek jönni a sportolók, a sportvezetők, és mi pedig meg tudjuk mutatni hazánkat, városainkat, az ide érkező szakembereknek és sportolóknak, akik biztos, hogyha nem versenyen lennének, akkor is jönnének, de így hozzák majd legközelebb a családtagjaikat, és el fognak jönni a barátaikkal is. 2020 ugye Tokióról szól, még rengeteg kvótát lehet szerezni, vannak sportágok, ahol szinte nehezebb kijutni, csapatsportágokra gondolok, mint ott jól szerepelni. Nem is azt kérdezem, mi az elvárás, hanem az, hogy mekkora magyar csapat lehet ott Tokióban. Reméljük, hogy legalább akkora csapattal ki tudunk menni, mint Rióban voltunk.
Ugye azt kell tudni, hogy azért a sport ténylegesen nagyon fejlődik, és megjelennek új sportágak. A régi tradicionálisakat alakítják át, mint például az öttusát. Mi nagyon-nagyon sikeresek voltunk mindig az öttusában. Most bizony új szakágak, illetve összevonták a sportágakat, és ebben kell úgymond nekünk is felzárkózni, vagy legalábbis szeretnénk, hogy az élen járjunk. Úgyhogy ezeket a tendenciákat is folyamatosan kell figyelnünk nekünk, mint sportvezetőknek, hogy mit és mikor és hogy támogatunk. Úgyhogy Tokió egy nagyon-nagyon fontos állomása a sportolóinknak. Ugye jönnek a fiatalok, lehet látni különböző sportágakban, hogy már most ott van az utánpótlás nevelésnek a eredménye, hiszen 19 éves Milák Kristóf világcsúccsal ott van az élen vívó sportolónk, Szatmári András ezüstérmes volt, de ugye a fiatal 21 éves Siklósi Gergely lett aranyérmes, úgyhogy ez is mutatja, vagy a kajakosoknál sem kell mondani a Kopasz Bálintot, hogy ő is nagyon-nagyon fiatal, és ő is ott van, tehát egy utánpótlás program, amikor elindul, akkor hosszú távra gondolkodunk. Tehát ez azt jelenti, hogy 12-14 év, amikor egy fiatal gyermekből odaérkezhet az ilyen sportolók közé. Ezek a fiatalok már részét kaphatták a nagy kiemelt sportágaknak a támogatásának, ami már most mutatja, hogy bizony jönnek ők, de ugye ott vannak az élsportolóink is, akiket végig segítünk, és bízunk abban, hogy az ő általuk kitűzött célok meg tudnak majd valósulni. Az említettek mellett mennyi ideje jut figyelni a nyíregyházi vagy a megyei teljesítményekre? Eljut annak a híre, hogy mondjuk Tölgyes Dorottya serdülő világbajnok lett pingpongban, a női röpi csapat megint kupát nyert 2019-ben, vagy pedig Szurovcsák Ivett 23 év után szerzett felnőtt aranyat úszásban Nyíregyházának? Nyíregyháza nagyon sportos város, nagyon büszkék voltunk mindig is a sportolókra. Én azért lettem úgymond képviselő is a városban, mert annyi szeretetet kaptam az itt élőktől, és így próbálok visszaadni minden tudásommal. Ez is azt mutatja, hogy voltak sportolóink, és vannak sportolóink, és lesznek is. Nagyon fontos az utánpótlás nevelés, hiszen Dorottya 15 évével került oda az elitbe, és az asztali tenisz nagyon fontos sportágunk. Nem sokan tudják, de a világ egyik legeredményesebb országa vagyunk asztali tenisz sportágban, úgyhogy szeretnénk most is ott lenni. Csapatsportágunk mindig volt, és most is nagyon örülünk, hogy a röplabda nagyon-nagyon erősen ott van, és ott van az országban az elitek között, a legjobbak között, vagy ha én azt mondom, a legjobb sportolóink, és az úszás pedig mindig sikeres volt, nagyon jó szakembereink vannak, és most hamarosan átadásra kerül a városi sportuszoda. Talán azt mondhatom, hogy egyetlen egy város, aki nem rendelkezik fedett 50 méteres uszodával már, és ahonnan eredmények jönnek. Úgyhogy fantasztikus sikerek érték a várost, és ténylegesen azt lehet mondani, hogy ez az út, amire ráállt Nyíregyháza, és segíti a fiatalokat, az élsportolóit, a szabadidős sportot, azt eredményezi, hogy példaképek mindig kellettek, őket követni szeretnék ugye a fiatalok, és az egészséges életmódhoz pedig mi így tudunk hozzájárulni, hogyha azt mondjuk, hogy mindenki sportoljon, hogyha mindenki sportol, a tehetségeket kiválasztják a nagyon sikeres és eredményes edzőink, és ezáltal az utánpótlás nevelés is nagyon sikeres lesz, és hogyha az utánpótlás sikeres, akkor az élsport is az lesz. Úgyhogy most már vannak sportlétesítményeink, megvan a háttérben lévő mindazon feltétele, amivel tudjuk segíteni a sportolókat, úgyhogy határa a csillagos ég. Én csak biztatni tudom a sportolókat és a szakembereket, hogy ténylegesen sportoljanak és segítsék a sportolóinkat, hiszen óriási lehetőségek vannak, életútprogramok vannak most már a sportban, és mellette lehet tanulni, egyetemre járni, főiskolára járni,
és ez a legfontosabb, hogy egy olyan célt lehet kitűzni, ami a szülőnek is azt mondja, hogy nagyon örömmel adom a gyermeket ebbe a nagyon gyors, nagyon fejlődő digitális világunkba, egy olyan közegbe, ahol nagyon sok pozitív hatás éri a gyerekeket, és délutáni foglalkozáson pedig biztos, hogy egy jó közegben van, közösségteremtő erőt tudunk képezni vele, úgyhogy a sport az mindenre pozitív hatást generál. A kiesést jelentő 11. helyen tölti a téli szünetet az NB1B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A Kaplonyi Zoltán által irányított együttes 3 győzelem mellett 1 döntetlent játszott és 7-szer szenvedett vereséget. Sajnos ez így alakult, igen, mi se így terveztük ezt az őszi bajnokságot. Ugye volt egy jó alapozásunk, egy 8-7-es felkészülés, nem csak mi, de a kézilabda szakma is úgy gondolta, hogy ez a keret, ez egy olyan keret lesz, ami gyakorlatilag a dobogón fog végezni, de minimum az első 6-ba. Sajnos ez nagyon rosszul indult a bajnokságunk, mert rögtön kaptunk az Ósztól egy hatalmas pofont hazai pályán, és úgy tűnt az egész bajnokságban, hogy ezt a pofont ezt nem tudtuk kiheverni, tehát folyamatosan küzdöttünk saját magunkkal. Lehet azt mondani, hogy felültünk egy hullámvasútra, csak az volt a gond, hogy sajnos majdnem folyamatosan mindig lefelé mentünk. A minimális elvárás az lett volna, ugye, hogy a hazai meccseket megnyerjük, akkor 12 pontunk van, hogyha bárki ránéz a táblázatra, azt lehet látni, hogy akár negyedik is lehetne akkor a csapat, ugye, de minimum 5., vagy legrosszabb esetben 6., 12 ponttal, tehát ez nem kellett volna más tenni, mint itthon behúzni azokat a mérkőzéseket, amelyek közül mindegyik nyerhető lett volna, tehát én úgy gondolom, hogy ez a papírforma ezt igazolta. Sajnos nem így lett, idegenben abszolút, tehát nem is volt olyan mérkőzésünk, ahol esetleg sanszunk lett volna. Voltak olyan találkozóink, különösen az Ózdi vereség után, amikor, de egyébként az a mérkőzés is nekünk állt, ugye 6 góllal vezettünk a 25. percig, aztán utána elfejtettünk kézilabdázni 10 percig, és ez meg is pecsételte így a mérkőzésnek a végkimenetelét. Sajnos ez jellemző volt a többi mérkőzésre is, hogy volt egy ilyen 10 perces kihagyás, és ott gyakorlatilag ott eldőlt a mérkőzés, nem tudtunk felállni. Úgyhogy voltak jó periódusaink, volt ugye 3 jó meccsünk, 1 döntetlenünk itthon. Én úgy gondolom, hogy azt is meg kellett volna nyernünk. Úgyhogy most ott tartunk, hogy 7 pontunk van, utolsó előtti a csapat, tehát gyakorlatilag meg kell ismételnünk azt, amit tavaly tavasszal ugye már egyszer sikerült. Nyilván nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk, a bajnokságnak a sorsolása sem nekünk kedvez, tehát a tavaszi sorsolás az azt lehet mondani sokkal rosszabb, mint az őszi volt. Hát dolgoznunk kell, rendet kell tenni a fejekben, aztán az az igazság, hogy az nem lesz elég, hogy a hazai mérkőzéseket megnyerjük, mert innentől kezdve idegenből is pontokat kell hoznunk. Nem egy teljesíthetetlen feladat, nyilván sok mindent át kell értékelni, vezetőknek, edzőknek, játékosoknak, mindenkinek, aztán meglátjuk, hogy a tavasz az hogyan alakul. Nyilván kell egy normális felkészülés, egy olyan felkészülés, ami fizikálisan azt mondom, hogy tényleg a topba hozza fel a játékosokat, hogy ne legyen olyan problémánk, hogy mérkőzésen gyakorlatilag csak esetleg 20 percig tudunk használni egy játékos, mert utána szétesik a mozgása, a feje, mindene, úgyhogy dolgozunk majd ezen, aztán meglátjuk, hogy a végén mire lesz elég. Nyilván nem szeretne a nyíregyházi kézilabda csapat kiesni, én úgy gondolom, hogyha normálisan áll hozzá mindenki, akkor nem is lehet probléma a tavasszal. Milyen hangulatban fejeztétek be a bajnokságot? Ugye a vereségek nem nagyon építik a csapatot és a csapat szellemet. Borzasztó, de azt lehet mondani, hogy sajnos az egész, tehát az ózdi mérkőzés óta stresszes a csapat. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nem voltak
nem voltak pozitív dolgaink. Talán azt mondom, hogy a 60, illetve a Fradi meccs után lehetett látni azt a csapaton, hogy egy kicsit úgy, mintha felszabadult volna, illetve kijött volna az alól a nyomás alól, ami gyakorlatilag saját magát tette bele. Úgyhogy azt mondom, hogy nem jó a hangulat. Nyilván nehéz így edzésekre járni a játékosoknak, nehéz az edzőknek edzést tartani. Tehát próbáltuk mi is egy kicsit ezt feloldani, ezt a feszültséget. Többé-kevésbé sikerült is, de sajnos az eredmények azt bizonyítják, hogy mégse tudtunk így teljesen felszabadultan kézilabdázni. Lehet-e erősíteni ilyenkor télen is, terve van esetleg néhány játékos igazolása? Nyilván erősíteni lehet, persze. Kérdés az, hogy kit tudsz idehozni. Ami nagyon fontos lenne, hogy egy beállóst szerezzünk, sajnos ez nyáron sem sikerült. Úgy gondoltuk, hogy a Varga Laci, illetve a Nyitrai János, ő megoldja majd ezt a feladatot, csak közben átvariálódott az egész szerkezete ugye a csapatunknak, és a Lacit ki kellett hoznunk irányítóba. Ezáltal a Nyitrai János maradt, illetve a Dobó Zsolti bekerült segítségként beállóba. Nyilván tehát nem ez a tökéletes megoldás, tehát fontos lenne az, hogy egy meghatározó jó beállóst tudjunk szerezni, aki védekezésbe is tud segíteni. Nagyon-nagyon nehéz, tehát NB1-es csapatok is küzdenek azzal, hogy most magyar játékost igazoljanak. Nyilván NB1-ben nem is lehet szóba külföldi játékos, csak magyar. Dolgozunk rajta, meglátjuk, hogy sikerül-e. Mikor kezditek a felkészülést? Január 7-án kezdődik a felkészülés. Ugye lesznek már ott januárban ligakupa mérkőzéseink is, ezt elsősorban a bajnokságra való felkészülésre fogjuk felhasználni, illetve fogunk játszani valószínűleg edzőmérkőzéseket is. Kíváncsian várom, hogy mi fog következni tavasszal. Negyvenöt érmet szereztek a megyei diásportolók az elmúlt tanévben az országos döntőkben. A múltról és a jövőről Baracsi Endrét, a megyei diásport és szabadidő egyesület elnökét kérdeztük. Mozgalmas tanévet zártunk, azt hiszem ezt most is elmondhatjuk, hiszen azért a diáksport élet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az utóbbi időben, én úgy gondolom, hogy egy egész magas szinten van már, és ez természetesen ez nagyrészt köszönhető azoknak a szülőknek, testnevelőknek, pedagógusoknak, és természetesen elsősorban a gyerekeknek, akik mind-mind időt és energiát szakítanak arra, hogy valóban a különböző sportágakban meg tudják mutatni magukat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az azt jelenti, hogy több mint 10 000 gyerek az, aki folyamatosan sportol, valamilyen diáksport rendezvényen jelen van, valamilyen versenysorozatban részt vesz, és ugye hát itt a paletta az nagyon széles, tehát itt tényleg majdnem minden sportágban ki tudják magukat próbálni, és hál' Istennek most már ezzel a körülmények is, ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy olyanok, hogy valóban olyan körülmények között, olyan infrastruktúrális feltételek mellett tudnak sportolni a gyerekek, legyen szó akár úszásról, atlétikáról, labdajátékokról, amelyekben nem csak az van biztosítva, hogy magát a versenyt, a játékot, a sportot kipróbálják, hanem biztosítva van az is, hogy természetesen a körülmények azok a biztonság szempontjából is, az ő egészségük szempontjából is olyanok, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy esetleg majd amiatt lesz valamilyen sérülése bárkinek, hogy kopott a pálya, vagy éppen vannak különböző problémák. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy az infrastruktúrális feltételekben hála a magyar kormánynak sikerült előrelépni nagyon jelentőset, de még egyszer mondom, hogy itt most így az év végén, a tanév végén azért mindenképpen egy köszönetet kell mondani, és ez a köszönet, még egyszer mondom, hogy egyrészt a pedagógusoknak jár, akik beleteszik a szakmát, és támogatják a Megyei Diáksport Egyesületet, és ezáltal a Magyar Diáksport Szövetséget is annak a célnak az elérésében, hogy valóban minél több gyereket tudjunk a sport területére bevonzani. Köszönet a szülőknek, akik azért nagyon komoly támogatóink, hiszen sokszor utaztatásban, sokszor a gyerekek edzésre, versenyre hordásában természetesen ott vannak és segítenek, és hát elsősorban persze természetesen a gyerekek, akik pedig az idejüket áldozzák arra, hogy a sportban kiteljesedjenek, és hát bízom benne, hogy ez a szó ez igaz is, mert úgy gondolom, hogy ez épp testben épp lélek, tehát valóban a sport az hozzájárul ahhoz, hogy valóban egy olyan emberfő alakuljon ki, egy olyan
olyan ember legyen része majd a később a társadalomnak, amely mind szellemileg, mind pedig fizikailag is komoly támasza lehet az adott közösségnek. Sportágakról már egy szó, említsünk meg néhány települést, intézményt, iskolát, hiszen el lehet mondani, hogy nem csak Nyíregyháza központú a megyediás sportja. Abszolút nem csak Nyíregyháza központú, és ezt tényleg ennek nagyon örülünk. És ilyenkor mindig nehéz az embernek kiemelni egy-két iskolát. Nem azért, mert nincs, akit kiemeljünk, hanem pontosan azért, mert annyian vannak, akiket érdemes lenne megemlíteni valamilyen szempontból, és ilyenkor mindig van hiányérzet az emberben is. De természetesen azért emeljünk ki párat, hiszen nem Nyíregyháza központúak vagyunk, de hogyha Nyíregyházáról kell beszélni, akkor itt ugye a röplabdát azt mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy olyan sikersportág a diákolimpia területén is, amely minden évben hozza azokat az eredményeket, országos döntőkbe, országos elődöntőkbe, különböző más versenyeken is, akár külföldön is, hiszen nemzetközi tornákon is rendre megmérettetnek az országos diákolimpiai elsőségnek megfelelően ezek az iskolák, hogy őket természetesen meg kell most is említenünk. Ilyen például akár mondjuk a Móric, vagy ilyen például ugye a Vasvári, akik nagyon komoly eredményeket érnek el a röplabda területén. Hogyha egy kicsit kimegyünk Nyíregyházán kívülre, akkor mindenképpen meg lehet említeni például Vásárosnaményt, akik az úszás sportágban hoznak évről évre olyan eredményeket, és olyan teljesítményeket nyújtanak, amelyre tényleg felkapja az ember a fejét, pláne úgy, hogy azt is tudni kell azért, természetesen az igazsághoz hozzátartozik, hogy mondjuk egy Vásárosnaményi diák 50 méteres medencével sokszor csak mondjuk az országos döntőn találkozik. Nekik az edzés körülmények teljesen mások, és azért ez egy komoly hátrányt jelent, versenyhátrányt, és mégis le tudják küzdeni, tehát hál' itt is azért a pedagógusokat ki kell emelni. Vagy hogyha mondjuk a tornasportágat említjük, akkor a Kisvárdai Besenyeit is meg lehet természetesen fel lehet hozni példaként, vagy ugye itt Nyíregyházán az Ötvöst, amelyek szintén rendre hoznak olyan eredményeket, és nevelnek ki olyan sportolókat, akik aztán a későbbiekben lehet, hogy a versenysportban is tudnak majd stabilitást jelenteni adott szakágban. Az elmúlt évben nem rendezett országos döntőt a megye, hogy néz ki az előttünk álló időszak? Valóban, most országos döntőt nem rendeztünk, de ettől függetlenül a versenyrendszerbe abszolút kivettük a részünket. Ez tudatos volt, hogy most országos döntőt nem vállalunk, szerettünk volna egy kicsit pihenni és rákészülni az előttünk álló feladatokra, és hát valóban egy nagy feladat áll előttünk az elkövetkezendőkben, hiszen a jövő nyár elején egy nagy országos labdajáték döntőt rendez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és valóban nagy, hiszen az egyik legnagyobb országos döntő jön ide a megyébe. Egyrészt Nyíregyházán, másrészt pedig Kisvárdán fogjuk ezeket a versenyeket lebonyolítani. Már ennek az előkészítése természetesen már ebbe a tanévbe elkezdődött, és úgy gondolom, hogy nagyon jól állunk a versenyhelyszínek, illetve a különböző infrastruktúrális és logisztikai hátterek már biztosítva vannak, értem ez alatt a szálláshelyeket, a különböző étkezési szolgáltatásokat, ebbe lépni kellett, mert azért itt egy komoly tömegről beszélünk majd, és hát nem szeretnénk az alatt a szint alatt teljesíteni, mint amit eddig már megszoktak tőlünk. Bízunk benne most is, hogy az országos döntő után mindenki szuperlatívoszokban fog beszélni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, ezért mi mindent meg fogunk tenni. Azt azért említsük meg, hogy a harmadik, negyedik korcsoportos összevont labdajátékok döntőről van szó, és ugye sportágról van szó, amelyekben azért a megyei csapatok is ott lehetnek majd az éremesések között. Így van, természetesen azért egy hazai pálya mindig kell, hogy előnyt jelentsen, és ezért is vállalunk be rendre országos döntőket, hogy ezzel is tudjuk segíteni a hazai csapatokat. Mi nagyon bízunk benne, hogy aranyérmeket tudunk majd itt hol tartani. A szakmai háttere ennek természetesen garantált, és hát bízunk benne, hogy valóban az a jelentőség teljes dolog, hogy itt Nyíregyházan és Kisvárdán lesz, ez nem terhet jelent majd a gyerekeknek, hanem valóban az előnyét tudják majd kikovácsolni annak, hogy akkor hazai környezetben, hazai pályán, ismerősök előtt, és nem épp minden nagyobb szókolótábor előtt tudnak majd küzdeni. Az ötödik helyen zárta a bajnokság első szakaszát a megyei első osztályban az Ibrányi futballcsapat. A Kis Tamás által irányított együttes 8-szor győzött, egy döntetlent játszott és 6-szor szenvedett vereséget. Nyáron úgy vágtunk neki, hogy a fiatalitás az mindenféleképpen szempont volt, ugyanúgy az élmezőnyben szerettünk volna végezni, sőt inkább a dobogó közele, és a Magyar Kupa főtábla az mindenféleképpen célunk volt. Összességében mennyire vagytok elégedettek az ősszel, mi valósult meg a felsoroltakból?
A magyar kupa sajnos az hamar véget ért, ugyan nagy ecser ellen 1-0-ás vereséget szenvedtünk, és így már a második körben búcsúzni tudtunk. A másik két célunk, én úgy gondolom, hogy a fiatalitás az egy hosszabb folyamat, de elkezdtük ezt a folyamatot is. A helyi fiatalok, én úgy gondolom, az elmúlt időszakban ennyi lehetőséget nem kaptak, elég sok játékperccel tudtak rendelkezni. Maga ugye a dobogó élmezőny 5. helyen zártuk az őszi szezont, 5 pontra a dobogótól, úgy gondolom, hogy a sérültjeinket tekintve ez a realitás most. Fiatalok épülnek be egy csapatba, az mindig azzal jár, hogy hullámozhat a teljesítmény. Az irány teljesítménye mennyire volt egyenletes vagy hullámzó ősszel? Szerintem abszolút mutatja ez az 5. hely a hullámzó teljesítményünket, és talán ha egy meccsre kell ezt levetítenünk, akkor a Nyíregyulajt tudom mondani, ahol 70 percig nagyon-nagyon szépen futballoztunk, 4-0-ra vezettünk, és az utolsó 20 percben 4-3 lett a végeredmény, úgyhogy abszolút hullámzó teljesítményünk volt, és ezt ismételten azt mondom, a sérülés hullámra is vissza tudom vetíteni, mert létszámban megvoltunk, de viszont minőségben még nem vagyunk olyan állapotban itt a fiatalokra is értve, hogy még azért tényleg ez egy hosszabb folyamat, hogy be tudjuk őket építeni, még nem mindig tudnak annyit segíteni, mint mondjuk egy minőségibb játékos. Ha egy meccset ki kell emelni, a pozitív és negatív értelemben melyik két meccs lenne az? Pozitív értelemben azt mondanám, hogy az első fordulóban a Kisvárda 2 ellen, ahol nagyon-nagyon jól futballoztunk és nagyon szép eredményt értünk el. Hát negatív értelemben én a hazai Fehérgyarmat és a Baktalórendházi meccset tudnám kiemelni, sajnos. Milyen minőségű ez a bajnokság most? Kimerem mondani, hogy szerintem még erősebb, mint a tavalyi bajnokság, és sokkal-sokkal kiegyensúlyozottabb. Ugye még ugye a szezon elején akár a Vásárosnamény, akár a Fehérgyarmati csapatot nagyon sokan kieső jelöltnek titulálták. A szezon végén ugye a Vásárosnamény 4. helyre zárkózott fel, a Fehérgyarmat abszolút középcsapat lett, úgyhogy ez is bizonyítja, hogy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott a bajnokságunk. Terveztek-e valamilyen változást a játékos keretben télen? Hát, nagyon-nagyon minimálisat. Én a támadó szekciót szeretném erősíteni, ugyanis a Habúcsa Krisztián kiesett keresztszallag szakadás miatt, ő erre a fél évre biztos, hogy nem áll rendelkezésünkre, és jelen pillanatban azt mondom, aki maga tényleg a támadásokért felelős 3 játékosunk van, úgyhogy a támadó szekciót mindenféleképpen erősítenünk kellene. Megvan-e már a felkészülési program? Igen, január 7-én kezdjük a felkészülést. Már több edzőmeccset lekötöttük. Itt a műfős nagypályás tornára nem neveztünk, hanem Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, a Bozsikú 19, Hidas Németi, úgyhogy inkább más csapatokat választottunk a felkészülés során, illetve még a Borsod megyei Cigánddal is játszunk edzőmérkőzést majd. Ha sikerül megerősíteni a támadó szekciót, egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy megcélozzátok a dobogót? Igen, ha a keret ugyanígy együtt marad, és tudunk igazolni a támadó szekcióba, én azt mondom, hogy és a sérülések is elkerülnek minket, én úgy gondolom, hogy ez a csapat abszolút esélyes a dobogóra. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!